Rock and Ride. Rockzenei magazin. A műsorvezető Dór Zoltán. Tényleg egy szösszenetnyi szünet volt vendégünk a Demián. Egy nagyon jó kis melódikus, dallamos, mondjuk instrumentális dalt hallhattunk. Igen, pont azon nevettünk az imént, hogy pont arról beszéltünk, hogy mostani számok meg milyen durvábbak. Erre belőttük ezt. Igen, belőttük ezt a számot. Ez egy outro szám. Ez a lemez záró száma tulajdonképpen. Egy ilyen lenyugvás. Minden esetre azért nyugtasson meg mindenkit, nem zárjuk le a beszélgetést, megyünk tovább. Beszélgetünk a zene alatt is arról, hogy milyen helyzetben vannak a mai zenekarok, hogy mennyi idő jut a próbálásra. Mennyire lehet most tudatosan tervezni egy zenekart? Tehát szó szerint fölépíteni, mind zenei stílusban, mind zenészekben, mind gondolkodásban az, hogy ez az egységet tudjon képezni, ínséges időben ne hulljon szét. Nagyon nehéz, mert biztos egyre inkább érezzük a bőrünkön a külső hatásokat, tehát ki a munkában, anyagi problémák, hogy utazzunk el ide. Leginkább az utazással van a legtöbb probléma. Általában igen. Hogy utazzunk el, hogy tudunk összeegyeztetni dolgokat, mert most legalábbis mi és az öcsém, mert mi vagyunk a legfiatalabbak, nekünk most kezd kialakulni az életünk. Tehát most kell letenni olyan kis téglákat, amiben majd később építkezhetünk, később ráhatunk, és abból, tehát attól lesz biztosabb az életünk. Jenőnek már van egy munkahelye, ő szerintem azt hiszem, hogy stabil helyzetben van, szóval neki azt kell folytatni, amit eddig csinált. Nekünk most egyre többet kell a saját életrészünk, tehát ez a része is foglalkoznunk, de a zenekart még nem akarjuk emellett, hogy elvesszen, mert azt gondoljuk, hogy azért, hogyha kitartók vagyunk, és vannak konkrét céljaink, és akarjuk ezt, akkor el lehet érni éveken belül valamilyen minimális kis sikert. A bemutatkozó lemezetek most megjelent 4 számmal. Gondoltátok-e tovább a dolgot? Tehát vittétek-e tovább azt, hogy esetleg tűztetek ki olyan határidőt, hogy évvégére jó lenne egy 12 dalos lemezzel megjelenni? Hogyan tudjuk összehozni azt, hogy koncertek legyenek? Ki grundolja ezt? Tulajdonképpen azon elég sokat gondolkodtunk és beszélgettünk is róla, hogy ebben az évben szeretnénk majd felvenni egy több számos lemezt. Még rába volt erről szó tényleg. Igen, még erről konkrétan nincsen lebeszélve semmi, de nagyon szeretnénk a mostani számokat felvenni, és ezeket is ugyanúgy nem kiadni, mert nem akarjuk kiadni őket, hanem csak úgy terjeszteni. Nem akarunk eltűnni, ez a lényeg. Tehát van most új számok, talán jobban kezdünk kiforni, talán most már több üzenetünk van a világ számára, hogyha lehet ezt mondani a szövegen és a zenén keresztül, és nem akarjuk, hogy eltűnjenek ezek a dolgok. Tehát mindenképpen szeretnénk, hogyha megmaradna ez. Igen, ezt a lemez igazából ennyi szám jött össze akkor, amikor kitűztük magunk elé ezt az egészet, de igazából tehát télen alkultunk 2009 telén, januárban, azt hiszem január környékén, és júliusban vettük fel ezeket a számokat. Négy számot. Hát jó ütemben haladtok. Igen, tehát akkor azt kell mondom, egy év alatt, ha most nézzük, akkor amiket kitettünk magunk elé céleket, kitűztünk, azt mindet elértük, azt én mondjam. Jó, térjünk arra rá, hogy angol szász nyelven énekeltek, az az angolul. Ez a zenei stílus miatt adta, vagy pedig lenn komolyabb elképzelésetek van a terén, hogy nem csak az országban, hanem nyitottan a világ bármely pontjára el tudjátok vinni ezt a zenét és az üzenetet? Elején elég sokat veszekedtünk, úgymond veszekedtünk, nem igazán vesztünk össze, igen, hogy milyen nyelven írunk számokat, hogy angol vagy magyar. Tulajdonképpen a magyart azért vetettük el, hogy magyarul elég nehéz nagyon jó szöveget írni, és akkor az információt is nagyon jól átadni, mert a legtöbb magyar zenekar az egy kicsit olyan... Nem akarunk példáhozni, de vannak olyan szövegek, ami nem egyértelmű, igen. Vagy érzed az ember, hogy kicsit béna, gagyi, vagy... igen, gagyi. Meg eleve a műfaj is amerikai műfaj. Igen. Hát amerikai műfaj, úgy tökös az egész, úgy tele van. Azért gondoltuk, hogy talán egyszerűbb lesz így, és hát nem titkoljuk, hogy azért próbálkozunk mi is a nemzetközi téren valamit terjedni, ha lehet ezt így mondani. Úgyhogy ezért választottuk az angol szöveget. Most viszont a Jani, az énekesi már elért arra a pontra, hogy azt vesz észre, hogy közönség nagy része nem figyel ezekre a dolgokra, de annyira a szövegekre. A zenét figyelik. Tombolni a koncerten. Van egy része azoknak, a közönség tagjainak, hogy ők olyanok, hogy eljönnek, hanem bulival meghallgatom, hazamegyek, kitomboltam magam is, kész. Tehát próbáltunk most már magyar szövegekkel is dolgozgatni.
Most raktuk hogy össze egyért, a hétvégén. Legyen az üzenet, és hogy közvetlenebb legyen az üzenet a néző vagy a hallgatók számára. Akkor szembesültetek azzal, hogy lehet, hogy a koncerten ott vannak és csápolnak, de közel sem biztos, hogy a koncert közönsége érti is igen. azt, amit igen. énekeltek, és ugye hát az lenne az egyik legfontosabb hát dolog. Hogy... pláne, tehát pláne fontos lenne. Én annak is örülök, hogha érzik a zenét. Nekem az is nagyon öröm volt, hogyha tudják, hogy igen, ez ebben most van valami. Meg biztos, de szeretnénk a mondani valót is, hogyha érezni. Nem hiába mérgesek ezek a srácok, vagy valami, de biztos vannak olyanok, akik főleg a mostani 11 évesek már szinte anyanyelvi szinte beszélik az angolt, vagy németet, vagy bármilyet, tehát szóval most már kell, hogy beszéljenek más nyelveken is, és valakit, aki tényleg igazi rajongó más nagy zenekaroknak is lehet, hogy azt mondja, de kíváncsi vagyok, mikről énekelnek ezek, és utána néz, nem lehet tudni, igazából nem kaptuk visszajelzést. Nem kaptatok visszajelzést. Viszont ha már itt tartunk, ugye azért egyszerre átok és áldás az angol nyelv, mert ugye nyitott a világ felé, tehát nagy piaca van, viszont nagyon finnyás is mondjuk az angol nyelvterület fogalmazásban, nyelvtanilag, énektechnikai szempontokból is, mennyire tudjátok ezt figyelemmel kísérni, vagy mennyire tudatosan figyeltek is arra, hogy adott esetben az a megfogalmazás, magyarul gondolkodom, de most angolul kell gondolkodnom, váltson át, most ilyen csúnya magyartalan kifejezéssel élve. És hát én azt tudom mondani Jenő nevében, amiket beszélgettünk, mert mi is kíváncsi voltunk sokszor, hogy most mit érdez ez alatt még, hogy gondolod. Szerencsére egyébként nem olyan bonyolultak a szövegek, szóval viszonylag könnyen érthető szövegeket írjen ő, de szerintem azokból táplálkozik, hogy a korábban rengeteg feldolgozást elénekelt már, rengeteg szöveget megtanult, angolul nézett filmeket, zenéket hallgat, nem tudom, és sok slang, és már mondatok, tőmondatok át megragadtak benne. És gondolom, amikor egy ilyen slang kifejezést, vagy egy mondatot leír, akkor tudja, hogy mi a mögöttes tartalma, és nem kell neki utánézni, hogy most mit is jelent ez pontosan. Szóval vigyázni kell ezekkel, de szerintem ő nagyjából tudja, hogy mit csinál. Tehát tudja, hogy minek van értelme. A zenét kiszerzi. Mennyire, tehát azt értem én, hogy közösen demokratikus rendszerben hát igen, dolgoztok, próbálj. De azért, ahogy elkerülendő a túljátszás, hanem a letisztultság a lényeg, azért kell valami irányt adni. Ez valaki berakja a riffeket, az alap riffeket, és arra dolgozik rá a zenekar többi tagja, vagy erre van konkrét ember, vagy mindig más? Tulajdonképpen Miki és én szoktuk összehozni a számokat, leginkább a zenei részét teljesen tulajdonképpen, azt úgy szoktuk, hogy Miki teljesen a dobokat, én meg a gitár részeket szoktuk összeírni, és hát, akkor... Leggyakrabban úgy van, hogy Lacinak van egy riffe, egy témája, nézd, megmutatod, hogy milyen, és akkor az tök jó, nekem van egy ötletem dobra, és van egy ilyen gitár szoftver, egy ilyen zenei szoftver, amivel le tudjuk ezeket így szépen írogatni. Valamikor föl is vesszük úgy a magunk módján, de ez nem mindig szokott úgy. Nem a legjobb minőségű az a probléma. De így ebben a programban meg leírjuk, hogy mit kell lefogni például gitárban, és akkor ez meg is marad teljesen, hogy nem felejtjük el például én is, hogy gitárban mit kell fogni, Miki, hogy mit üt. Igen, és akkor általában felveszük ezt az egy, vagy leírjuk ezt az egy riffet, kidolgozzuk, és akkor utána egyszer csak jön a következő, és akkor összerakunk bele számokat, valamikor csak elmentünk egy pár ötletet későbbre, vagy valamikor előkapjuk, hogy volt olyan, hogy amit egy év után vettünk elő egy olyan témát, és egy kis riffet, és azt építettük bele egy számba. Gondolom, tele van a fiók riffekkel. Igen, valamelyik... Riff halmazokkal. Valamelyiknek semmi köze ahhoz, amilyen úton haladunk, csak ez jött akkor is. De megvan. Mert sose lehet. Elraktuk azért. Hát, általában ketten valami... hozzuk a fő vázat, elviszük a próbaterembe, elküldjük, megmutatjuk a többieknek. Jenő addigra már készül egy szövegvázzal, mégis mikor, hova, mit gondol. Eljátszuk a próbaterembe, aztán utána úgy már, hogy játsz az ember, akkor jobban kijön az, hogy áj, de kéne módosítani valami. Szoktunk azért néha. Igen, ezt lassítani kéne, áj, de kéne egy átvezető, mert ez egy nagyon, nagyon nem tudom, sablon. Meg Jenőnek is jobban kijön a szövegbe. Szóval mindenki beleadja maga a kis ötleteit, hogy mindenkinek tetszen, bepróbáljuk olyan formára formálni. Na, tehát az alapokat ebből a kis programba szoktuk összehozni. Jó, viszont az ember nem csak játszik, hanem hallgat is zenét. És azok akárhogy is, de valamilyen szinten befolyásolja a zenésznek az életét, amit hall. Ti kiket hallgattok, miket hallgattok, van-e olyan gitártéma, vagy olyan zenei alap, ami megragad bennetek, és ez nagyon jó, csak én mondjuk más szöveget, vagy más környezetbe helyezném, kicsit átalakítanám. Tulajdonképpen nagyon sok zenét hallgatunk mind a ketten. Elég sokrétű. Nem is egy stílus, hanem tényleg rengeteg stílusú zenét szoktunk hallgatni.
Lagzi Lajcsi ilyesmi. Az kicsit kiesik az érdek. Én imádom Lagzi Lajcsit, most miért mondom. Miért mondod? Hát te végül is igen. Jó, tudom, SP-vel Flóra. Igen, és Lagzi Lajcsi. Kihagyhatatlanok egyébként. Na, de komolyra fordulom, miket hallgattok? Machine Head-et az hallgatunk mind a ketten, akkor te igazából ezt, ami nagyon-nagyon szeretsz. Igen, a rock and roll vonalon. Én magam részéről legfőképpen ezt a metal vonalat és a rock and roll-t hallgatom. Valamikor egy kis alternatív is, hogy bebecsúsz a hangulattól függő egyébként, de próbálok mindig olyat hallgatni, mert van valami, ami megfog a dobterén például. Rock and roll-ban szeretem a Motorhead-et, a Foo Fighters-t, a Tankcsoda régiket, azt nagyon-nagyon szeretem. Szóló az albuma, Slash. Az is nagyon igen, jó. Akkor technikás részét nézzük, a svéd mesuga, az valami irgalmatlan, tehát az nagyon sokat lehet gyakorolni, akkor a régi Slipknot, Soulfly-ok egy kicsit. Régi Korn. Kornok, igen. Szóval ilyesmiket, tehát nem tudom. A túlzenek 90-es évek. Igen, túl. 90-es években feltört nagy metalzenek. Nagy kedvenceink azok. Igen, amiken felnőttünk igazából. És volt is olyan, hogy meghaladtál egy dob témát, és azt mondod, hogy hú, ez marha technikás, ez nagyon jó, ezt valahogy magamévá kell tenni, hogy utána majd beépítsem más formátumba. Igen, hát akárhogy is nézzük, nem, igazából nem tanultunk zenét, tehát nem jártunk zeneiskolába magunktól hallás alapján. Ez előny vagy hátrány? Szerintem inkább valamikor, előny. Valamikor azért. Előny. Ilyen zenekari szinten, ahol mi tartunk itt, lehet, hogy előnynek mondható, mert fel tudunk úgy állni a színpadra, hogy nem zeneiskoláshoz méltóan ilyen 30 centis kis terpezve, és akkor elpöntjögik, amit el kell, mert látunk ilyeneket is sokszor is. Nem látszik rajtuk, hogy öcsém, ezek nem élik át, amit játszott, nem érzik a zenét. Meg lehet, mert... hogy baromira tudnak játszani, de viszont igen, de nem adják vissza neked, hogy atya úristen, most, hogy milyen részt, milyen riffet játszak, vagy szólót, mert nem érezteti velünk. Szóval ilyen szinten lehet, hogy nekünk ez előny, hogy mi élvezetből játszunk. Meg nincs annyi szabály nekünk tulajdonképpen. Hát, az is igaz, a zenében sem. De valamikor meg jó lenne tudni, hogyha lehallgatsz mondjuk te egy témát, akkor hogy azt most tudjuk, hogy ez most milyen skálában van, vagy hogy, igen, hogy az, milyen hangközök, milyen hangok egymás olyan, után. Szóval hiányoltam magamban ezt a tudást. De lényegében egyébként, amiket hallgatunk, ha nem is mondjuk ki, de akkor is így van, amit hallgatunk, abból építkezünk. Saját magunkra formáljuk, saját magunk képére, vagy fejben átvariáljuk, és más sorrendbe tesszük az összes témát, amit hallgatunk. Szerintem mindenki így van ezzel. Na, kicsit könnyedebb témára fogunk váltani. Már csak azért is, mert jön még egy felvétel tőletek, utána viszont elő lehet venni a sztorikat, emlékeket, hogy hogyan emlékeztek vissza az első koncertre, milyen koncertálmatok van, és természetesen arra is rá fogunk a műsorunk második felébe térni, hogy merre láthat titeket majd a közönség, úgyhogy senki ne menjen sehova. Most azonban 4 perc 14 másodperc zúzás jön.